Hölgyeim és uraim, leendő kutyatulajdonosok! Üdvözlöm Önöket a kennelcast.tv YouTube csatornáján. Ez a csatorna azért jött létre, mert Önök már eldöntötték, hogy milyen fajta kutyus lesz a család új négylábú kedvence. Azért hoztuk létre ezt a csatornát, hogy adásról adásra bemutassunk Önöknek Magyarországon található tenyésztőket. A csatorna fellép az illegális szaporítás ellen. Ezért kizárólag csak engedéllyel rendelkező keneleket mutatunk be. Reméljük segítünk. Jó szórakozást! Gálos Marian vagyok. A kennelünket úgy hívják, hogy Ortipo Black Kennel. És kettőféle fajtánk van, az egyik a tibeti masztif, ő volt, akikkel kezdtük. Igazi nagy szerelem, a másik pedig a portugál vízikutya, ők csatlakoztak pár évvel később a kennelhez. Tibeti úgy lett, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi szerelem egy filmből, de szerintem a legtöbben a Tibetit így vásárolták vagy vették. Ugye ismerős a Max 3000 című film, és én is ezt láttam, és akkor így megláttam, tehát az a nagyjából beleszerettem, hú, ilyet nekem valahonnan egyszer csak lesz. De utána még sok-sok év eltelt, amire ide költöztünk jelenleg, ahol lakunk, és itt volt lehetőségem arra, hogy ilyen kutyát vásároljak. Igazából 13 éves a legidősebb kutyánk, a Léna, aki kétszeres veterán világbajnok, ezt is 10 évesen és 11 évesen remekelte. Hát gondoltam, hogy kéne még egy szuka, meg kéne még egy kan, és akkor itt szépen felszaporodtak egészen addig, mi 9 tibeti lett, akit vásároltunk. A portugál pedig úgy született, vagy úgy került hozzánk, hogy hát ugye én nagyon sajnálgattam, mert a tibeti egy vedlős fajta. Ugye gyönyörű-e télen, tavasszal, késő ősszel, akkor jó, de nyáron sajnos baj van, mert akkor nincs szőrük, és úgy nem annyira mutatósak, nem is annyira célszerű járni velük kiállításra, nem mutatják igazi formájukat. És akkor ugye elgondolkoztam, hogy de jó lenne egy olyan fajta, amelyiknek van egész évben szőre. És a reggeli kávémnál, ahogy nézegettem a laptopot, valahogy egyszer csak magam se tudom, hogyan megnyílt egy kis ismeretterjesztő filmecske, és ez pont a portugál vízikutya volt. És a tulajdonságai, ahogy sorolt a videó, annyira megtetszettek, meg maga ugye a képek is róluk, hogy úgy gondoltam, hogy hát én megnézem ezt a fajtát. Hát az első, annak ellenére, hogy a portugálok azok most 8 éves a legidősebb fiú-lány Portugálból, nem tibeti született először, hanem portugál vízikutya. Hál' Istennek a portugálok egy nagyon-nagyon egészség, mondjuk a tibeti is, de a portugálra, ha ugye ott volt több almunk, ugye a tibetinél azt kell tudni, hogy ők egy évben egyszer tüzelnek, úgyhogy sok idő sajnos arra nincsen, ugye 2 éves kor előtt nem, 8 éves kor után nem, tehát a portugál esetében sokkal nagyobb a lehetőség, mert az évi kétszeri tüzelésből a portugáloknál nem volt soha császár, tehát akár kiszült, akármit, igazság szerint nagyon-nagyon könnyen szülnek.
Tehát olyan fordult már elő, hogy 8-kor bereggelizett, 9-kor elkezdett szülni, délután 4-ig megvolt a 10 kutya. Aki most a tibetinél a Csandikának vannak kölykei, ő 7 éves, apuka az a 8,5, és tehát az példamutató, hogy a most majdnem már 3 hónapos kölyköket még szoptatja. 6 kiskutyus született, 6-an születtek, 6-an vannak, nem halt meg senki, ma egészséges mindenki, és olyan gondos anya, hogy hát párját ritkítja, ennyire jó még a portugálok sem voltak. Hát életemben legelőször a Lénával voltam, és ő akkor volt 1,5 éves. Elmentünk, beneveztem, elmentünk, és akkor még nagyon sokan voltak a mostani létszámhoz képest. Ilyen 18-20 kutyák környező országokból is, most általában ilyen 3, 4, 5, 6, ha 10 van, az már csoda. És mindjárt nyílt osztályba indult, és ercaccal végzett. Hát igazából én... Ugye, amikor kiskutyáink vannak, akkor nagyon sokszor mondom el, hogy ennek az anyának ilyen sampion, olyan sampion, Kraft győztes, Európa győztes, világ győztes, és akkor mondják, hogy őket ez nem érdekli. Van-e szűrés, ez az egy, eddig jutottak az emberek, hogy van-e diszplázia szűrése, de szerintem azt is csak valahol hallották félúton. De ugye, ha egy kiállítási kutyától vesz kölyköt, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy az a kutya meg fog felelni a fajtának, mintha egy szaporítótól veszi, ami nyomokba hasonlít rá. A mi kutyáink közül még soha senki nem támadott bíróra, nem támadott emberre. Ez nem mindig így van. És tibetire értem, mert természetesen a portugál nem. Hát az a, ugye mivel nagy kutya, ezért az emberek, egy az, hogy ugye belekorlátozódik a lehetőség, hogy hol tarthatjuk. Nagy szőre miatt lakásban nem a mozgásigénye, mert nincsen nagy mozgásigénye, inkább a szőre, és ugye ő egy lakásban neki meleg van. Tehát nekünk van olyan kutyánk, aki nem is szeret bejönni, hiába hívom be, sarkon fordul és visszamegy. Azon kívül nem is lenne egészséges lakásban tartani, mert vedlik. Tehát amikor vedlik, akkor így hozzányúlok, és a kezembe marad egy hatalmas csomó szőr. És egyébként a másik, azt hiszik az emberek, hogy annyira sokat eszik. És nem. Tehát nekünk itt vannak ugye a tibetik, a szukák ilyen 45-től fölfele, a kanok azok meg általában nálunk a legnagyobb súlyukan, az egy ilyen 66, 67, 68 kiló. Na most a portugálok a 18 és 25 között vannak, ugye szukakon attól függ, és ha elhiszi valaki, ha nem, a portugálok pont ugyanannyit esznek, mint a tibetik. Azt látom, hogy nem egészen vannak tisztában az emberek avval, hogy a tibeti az milyen kutya. Ugye azt hallják róla, hogy pásztorkutya, talán ezt még tudják. A másik meg az, hogy egy olyan 15-20 évvel ezelőtt a nagy címlap sztorik, hogy a 100 milliós kutya, és akkor Na most azt viszont már kevesebben tudják, hogy ez egy több ezer éves fajta. Ők ugye személyvédelemre vannak, családot védik. Ki voltak kötve a jurta elé? Amikor a apa elment, a férfiak elmentek vadászni, vagy bármi egyéb tevékenységet végeztek, otthon maradt a család a jurtába, az asszonyok, meg valamennyi állat nyilván, és őket védték. A portugál az egy bohókás, vidám, kedves, igazi családi kutya, és nálunk az a legnagyobb tapasztalat, hogy beteg gyerekek mellé nagyon sokat visznek. Kifejezetten nagyon jók az autista gyerekek mellé. Volt olyan almunk, hogy szinte talán 2 kivételével mindenki ilyen családba került.
Nekik az a másik legnagyobb előnyük, hogy igazából nem szőrük van, hanem hajuk. Ez annyit jelent, hogy ugye nincsen ajszőrzet, és nem hullik. Tehát nekik egész évben ilyen a szőrük, fésülgetni kell, ha valaki kiállításra akarja vinni. Hát igen, ahogy mondtam, tehát igazából nálam nem a tenyésztés volt az elsődleges cél, hanem a kiállításra járhassak. Az első két kutyával nagyon sok ország sampionját csináltam meg, de tényleg az összes szomszédországban, a Szlovákia, Szerbia, Románia, Macedónia, Montenegró, tehát így végigjártunk mindent, és a Nala, illetve Zeus volt ez a két kutya, akivel először bevonultam a Kravcra, és úgy kezdtük a fellépésünket, hogy a Nala az lett mindjárt a legjobb lány. A Zeus majdnem egy évvel fiatalabb, ő pedig a legjobb juniorkan. Aztán következő éven a Zeus megnyerte a legjobb kant, aztán következő éven a Nala fajta győztes lett. A szűrések ugye a legtöbben csak azt tudják, hogy diszplázia. Hát ezen kívül azért elég sok minden van. Mi az összes kutyánkat leszűrhetjük diszpláziára, olyan szinten, hogy csípőkönyök, váll, gerinc. És minden kutyánknál ez mentes. Tehát akik itthon vannak, akár tenyész kutya már, akár kiöregedett kutya, teljesen mindegy, mindenki mentes. Megcsináljuk a DNS teszteket is, amik ilyen 271 betegségre szűrnek, legalábbis a portugál esetében. Ezt azért tudom ennyire pontosan, mert az egyik eladott kutyánkat leszűrette a gazdi, ő egy-két éves kan, és 271 betegségre szűrték, és 270-re mentes, egyetlen egyre hordozó, az pedig a időskori süketség. Hát mindenkinek, aki tudja kertben tartani, aki szereti a nagy kutyákat, aki nem akarja csibészeltetni, mert ez az egy, ami tilos. Azért tilos ennél a fajtánál, mert ez ennek a génjeibe van az, hogy megvédjen. És ráadásul még okos is hozzá, tehát hogyha el fogja venni a csibészkart, félre dobja, és utána nyakra megy. Portugált azt olyannak, aki lakásban szeretné tartani a kutyát. Őnekik, mivel nincs ugye ajszőrzetük, ezért nem is lehet télen kint tartani a mínuszokba őket, mert megfáznak. Lakásban tökéletesen el vannak. Én magam is meg szoktam lepődni, mikor olvasom a fajta leírásokban, hogy nagyon nagy a mozgásigénye. Én nem látom ezt a mozgásigényt olyan borzalmasnak. Tehát amikor kiengedem őket, az tény és való, hogy mint a kisőrült fut 10 kört. És utána beáll az ajtóba, és elkezd kopogni, hogy beengedhetnél. Nyilván szívesen elsétálnak, azzal úgy nincs baj, de nem olyan, mint egy agárkutya, hogyha nem futod levele aznap a 10 kilométert, akkor a kutya az csilláron fog ugrálni. Nem. Ők nagyon szépen elülnek a kanapén, vagy akár boxban tarthatók. Hát azért mindig meg szoktuk kérdezni, de igazából a portugálos esetben mindig meg is mondják, hogy milyen célra akarják. Tehát eddig még mindig mindenki megmondta, hogy gyerek mellé szeretném, beteg a gyerek, autista a gyerek, ez van vele, az van vele, gond, de ha autistám mellé visszük. Eddig még szerencsére egyetlen egy olyan esetünk volt, ahol azt mondom, hogy nem jó gazdit sikerült választani, vagy ahhoz képest, hogy hát annyira sok kutyánk nincs, akit eladtunk, talán egy olyan 60-70 lehet összességében.
Hát igazából igen, mindenki itt van az udvaron, kettőt kivéve sajnos, mert kettőt elveszítettünk. Imádom az összeset, és lehet, hogy kicsit bohókás dolog, de minden este, mikor adom nekik a vacsit, különösen a tibetiknek szoktam, mert ők ugye ilyen nagyon nyugodt, nagyon kimért, nagyon leteszem elé a kaját, kap egy puszit a homlokára, és nagyon sokszor mondom, maradj velem sokáig. Tibetiből a Nala, ő egy nem túl nagy kutya, viszont imádja a kiállítást, tehát ő az a ringbe termett fajta. Ő már itthon tudta, hogy 3 nap múlva indulunk valahova, és akkor már itt állt vigyázba, hogy ő aztán véletlenül sem maradjon itthon. Ővele nyertük meg a Kravcona fajta győztes. A portugálokból pedig a Liza, őt egy Horvátországból származó kennelből vásároltam, ő világbajnok lett Shanghaiban, aztán Európa bajnok lett Kijevben, a junior Európa bajnok, és az ő lánya Bella, hát ő nagyon sikeres, itt vannak mögöttünk azok, az mind a Bellái, azok pedig csak azok a serlegek, ahol csoport, valamilyen csoportgyőzelem. 2 nap múlva indulunk Zágrába a világra. És lehet, hogy az egyik legnagyobb népszerűségét köszönhetjük annak, hogy nem hullik a szőre, és nagyon sok ember allergiás a szőrre, kutyaszőrre. És erre már egészen biztosan tudjuk mondani, hogy van tapasztalat, mert nagyon sok olyan gazdink van, ahol valaki allergiás a családban. Úgy vették meg a portugált, hogy én megfürdettem, kézbe kivittem nekik a kapun, így kiadtam, hogy lába se érte a földet, és semmi. Tehát ez a kutya már 2 éve náluk van, megmondták, hogy semmi, de semmi, de semmi, tényleg semmi baj az úrnak. A másik, ami nagyon fontos, és ez mindegyik kutya fajtánál, nem csak ennél a kettőnél, az összesnél tudom mondani, hogy az egészségi szűréseket, azt mindenképpen kérjék el a tenyésztőktől. Ma már nem biztos, hogy elég az, hogy simán egyszerűen csak van egy diszplázia csípő szűrése, hanem érdemes azt is megkérdezni, hogy valami egyéb plusz szűrése. Nagyon nagy lehetőség van most, mert ilyen 200-300 betegségekre le tudják őket szűrni DNS alapon, és az azért nagyon fontos, hogy ott milyen eredményt kapnak. Tudnám mondani, hogy a fajtát is nézzék meg, hogy kicsinek milyen lesz nagynak, milyen a természete. Természetesen nem lehet, gondolom, 100%-osan kiszűrni, mert ugye hallottunk már ilyet, hogy 2 mentes szülőnek is születhet sajnos beteg gyereke, vagy beteg kiskutyája, de azért ez sokkal ritkább abban az esetben, hogyha 2 mentes szülőt párosztatunk, mintha mondjuk 2 C-s csípőt, vagy még rosszabbat, csak nem valljuk be.